Hivatalos pecsét került az átadás átvételi dokumentumokra péntek délután a szekszárdi 5-ös számú szavazókörben. 6 nappal az országgyűlési választás után itt számolták össze a leadott voksokat. Néhány perccel később pedig már el is kezdték számolni a zöld borítékos, vagyis az átjelentkezéses szavazatokat, és azokat is, amiket 3-án itt helyben adtak le a szekszárdiak. Ennek külön szabályai voltak, erről még a választás másnapján beszélt stábunknak dr. Gábor Ferenc, szekszárdi edzője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője. A bizottság össze fog ülni, a szavazatszámoló bizottság, fel fogja nyitni a választás napján lezárt urnákat, és a lehozott szavazólapokkal össze fogják vegyíteni, és meg fogják állapítani a szavazóki eredményt, és annak a feldolgozása után a választási bizottság összesíti a szavazókör eredményeket, és megállapítja a választás eredményét véglegesen. Így néz ki Tolna megye egyes számú választókerületének eredménye a szavazatok 100%-os feldolgozottsága mellett. Látszik, hogy az eredményen nem változtattak az 5-ös körben leadott voksok. Horváth István, a Fidesz-KDNP politikusa, a térség korábbi országgyűlési képviselője a voksok 55,51%-át szerezte meg, legyőzve ezzel a szavazatok 35%-ával rendelkező Harangozó Tamást, az ellenzéki összefogás jelöltjét. A szabály szerint péntektől számított 5 napon belül adják át a megbízó levelet az országgyűlési képviselőnek, vagyis a legtöbb szavazatot kapott Horváth Istvánnak.